Bár a biztonsági előírásokat betartják nagyobb általánosságban a szórakozóhelyek, a létszámkorlátot sokszor nem, ezért is indul központilag, így helyi szinten is fokozottabb ellenőrzés ezeken a helyeken, mondta el híradónknak a nyíregyházi tűzoltóparancsnok helyettes. Várjuk még a szempontokat, központilag a szempontokat, amelyben napokban nem érkezik ilyen szempont, akkor önállóan elkezdjük az ellenőrzéseket, és az ilyen szórakozó helyekben elsősorban kiültés feltételeit fogjuk fokozottabban vizsgálni, és ha ugye nem felel meg a létesítmény valami oknál fogva, akkor kezdeményezzük a nyilvántartásból történt törlését. Egy négyzetméteren 3 ember tartózkodhat, ez és a vészkijárat ellenőrzése kerül a középpontba. Ennek a nyíregyházi szórakozóhelynek egy bejárata van és 3 vészkijárata, vagyis megfelel a biztonsági előírásnak. A cél, hogy 1,5-2 percen belül az utcára tudjanak menni a bent tartózkodók. Az ajtó és a lépcső méretet ellenőrzik, vagyis hogy az áthaladás sebessége megfelelő az adott létszámnak. Vannak biztonsági emberek, ők is tudják a kijáratokat, pontosan hol van, és tudják irányítani az embereket. Tehát szerintem ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk oldani, de eleve mondom, ennél az embertömegnél, akik nálunk szórakoznak, nem szűnik meg a komfortérzetük, és kényelmesen akár a főbejáraton is el tudják hagyni a helységet, de a vészkijáratok mindenféleképpen nyitottak és fenn vannak akkor tartva. 1910-ben volt utoljára nagyobb tűzeset szórakozó helyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Akkor több mint 300 fiatal égett benne egy bezárt ajtajú csűrben, mikor egy bál alkalmával a nagytánc hevében valaki a felakasztott lámpát leverte, és a gyorsan terjedő tűzből már nem tudtak kimenekülni.